A hétvégén Székesfehérváron került megrendezésre a 123. atlétika magyar bajnokság, aminek a Budapesti Honvéd Sportegyesület atlétika szakosztálya nagy elvárásokkal ment neki. A BHS számára nagy sikerrel zárult a megmérettetés, hiszen a klub versenyzői több érmet is be tudtak zsebelni. 110 méter gátfutásban a tavaly az év férfi sportolójának választott dr. Bai Balázs toronymagas esélyesként hozta magát, és kiváló időeredménnyel idei legjobbját megfutva szerezte meg 9. bajnoki címét ezen a távon. A verseny után boldogan nyilatkozott a Honvéd média stábjának. 9-szeres magyar bajnoka a versenyszámnak. Szerencsére sikerült a 9. országos bajnoki címet megszereznem, és az elsőt a Honvéd klub színeiben, úgyhogy nagyon örülök neki, nagyon elégedett vagyok, főleg az időeredménnyel, hiszen szerettem volna egy ideig legjobbat teljesíteni, és főleg 10.43-on kezdődő eredményben, ami igaz, hogy egy számoddal, de 10.30-on kezdődik, és 10.39-on az eredmény. Ez tényleg az eredmény volt, amiben már régóta, idén régóta reménykedtem. Mondom, egy időzőjelben gátszakadt át bennem, és bízom benne, hogy a hátralévő versenyekkel sikerül tovább lépkedni előre, és egyre inkább helyezni a formát az európai versenyekkel. Az atlétika szakosztály igazgatója foglalta nekünk össze a verseny eredményeit. Tegnapi nagyon eredményes nap után egy újabb napot, jó napot záratunk. A Zsivocki Farkas György is ülökésben harmadik lett. Bai Balázs könnyedén nyerte egy viszonylag jó eredménnyel, most már egy nagyon biztató jó eredménnyel a gátat, 13.39-el. Agárdi Péter második lett magasugrásban, ugyancsak megint átugrott a 2.15-öt biztató a formája. A jövő héten tud ezen javítani, és Tóth Lili Anna 3000 méteres akadályfutásban harmadik lett, Mógor Bogárban pedig negyedik helyen. Csak a Honvéd.